A trianoni békediktátum aláírásának 102. évfordulójára emlékeztek országszerte június 4-én. Bábolnán a Ménes birtok előkertjében felállított emlékműnél június 3-án délután tartott megemlékezést a Rákóczi Szövetség helyi szervezete. Isten áld már! A himnusz hangjait követően, melyet Korpás Éva népdalénekes adott elő, dr. Faragóné, dr. Novadovszky Nóra, a Rákóczi Szövetség bábolnai szervezetének titkára köszöntötte az egybegyűlteket. Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat a körünkben megjelent közéleti személyiségek. Itt tisztelettel köszöntöm megyénk és városunk vezetőit, döntéshozóit, keresztény felekezeteink egyházi és világi elöljáróit, az intézmények és civil szervezetek vezetőit és minden kedves résztvevőt. Idén a pünkösddel szinte egybeforva élhetjük meg ezt a szép emléknapot, nemzeti összetartozásunk ünnepét. Ezen ünneppel való közelség szimbolizálja azt, hogy a megmaradáshoz szükség van az összetartozás lelkének kiáradására, s általa a reményre, hogy mindig van megújulás, újjászületés. Az összetartozás napi bábolnai megemlékezések alkalmaira a szervezők mindig határon túli magyar művészeket hívnak meg. Ezúttal Korpás Éva és Madarász András felvidéki előadó művészek műsorát hallgathatták az egybegyűltek. Hazám, hazám, csendás hazám, már csak a táridat látnám. Látom füstjét, de csak elég, az ég alján sötét elég. A zenés műsort követően dr. Faragó István, a Rákóczi Szövetség bábolnai szervezetének elnöke lépett a mikrofonhoz, hogy megossza gondolatait a megemlékezés résztvevőivel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Tisztelettel köszöntök mindenkit! Olyan időket élünk, amikor Vasalbert szép szavaival élve megmérettetik az embernek fia. Ahogy negyed század elteltével a délszláv háború után újra dörögnek a fegyverek Európában, és ez megint olyan magyar testvéreinket is érinti, akiknek a gazdasági és politikai lobbik, valamint a többségi nemzet önös értékei érdekeihez semmi közük sincsen. Talán meg sem lepődünk már mindezen. Hiszen az elmúlt 100 évben fegyveres konfliktus volt Közép-Európában, a magyarokat mindig és mindenhol megtalálták. Megtalálták őket titó partizánjai, és ugyanúgy gödörbe lőtték a magyarokat, mint 40 évvel később a délszláv háborúban a szerb partizánok unokái. Csak ezen két népirtás vesztesége a délvidéken több tízezer magyar halott, és a délszláv háború elől menekült, óvatos becslések szerint is 150 ezer testvérünk, akiknek zöme sajnos meg sem állt Új-Zélandig vagy Ausztráliáig. És megtaláltak minket, magyarokat a benesi dekrimatumot követően, a csalló közben és az egész felvidéken, a lakosságcsere állnéven meghirdetett kisemmizés és kitelepítés révén közel 200 ezer magyar volt kénytelen lehagyni szülőföldjét és földönfutóként új életet kezdeni. Erdélyből már az első világháború végén 100 000-vel özönlöttek a menekülők, azután megtizedelték az ottani magyarokat a II. Világháború után is, végül pedig a Ceausescu diktatúra bukását követően indult el több tízezer vagy 100 000 magyar nyugatra szerencsét próbálni. Kárpátalját nem véletlenül hagytam a végére. Az ottani magyarok utóbbi 100 éve
szinte horrorfilmbe illő. Gondoljunk csak a szojvai táborra, ahol tízezrek haltak meg, vagy akár gondoljunk a most dúló háború elől menekülő ezrekre. Bizony megmérettetik az embernek fia, és meg is számláltatik, hiszen a közelmúltban Szlovákiában és Romániában is népszámlást tartottak. Az eredményekből már tudható, hogy a Felvidéken, bár ugye ez történelmileg más jelentett, mint ma, de a Szlovákiát mégsem mondom, megállt a magyarság létszámának csökkenése. Ha ezt hozzáveszünk, hogy a Rákóczi Szövetség beiskolási programjának is köszönhetően megállt a magyar iskolába beiratott gyermekek létszámának csökkenése is, úgy vélem bizakodhatunk a jövőben. De vajon mi a helyzet a jelenlegi határokon belül élőkkel? Természetesen az itteni lakosság létszámát ismerjük, de vajon mennyien is vagyunk mi idehaza? Gondoljunk csak a kisebbségvédelmi kezdeményezésre, amelyet a hazai szavazás jogosult felnőtt lakosság alig 10%-a írt alá, és sem az erdélyi partiumi felvidéki magyarok nélkül kudarcot vallott volna. A II. Világháború utáni Magyarországon a nemzettagadó kommunista diktatúra és a gulyás kommunizmus Kádárral kötött hamis paktuma miatt a magyar nemzet óriási, bár talán nem olyan látványos veszteségeket szenvedett el. Az 56 után nyugatra menekült 4 millió ember nagyon is látványos tömeg, de a meghunyászkodott, magába fordult, majd a rendszerváltozás után az anyagi kultúra világában elvesző rengeteg emberre nem is gondolunk, ha veszteségeinket számba vesszük. A minap eljátszottam a gondolattal, hogy milyen eredményre is jutnánk, ha, ahogy az annak idején Jézus Krisztus születése idején is történt, minden magyarnak haza kell jönnie a népszámlálás miatt oda, ahol született, ahonnan elszármazott. Úgy hiszem, nagyon sokan lennénk a legyilkoltakon és az elűzötteken kívül is, hiszen ott lenne a 4 millió meg nem született magyar gyermek is, akik a Kádár rendszernek köszönhetik, hogy nem láthatták a napvilágot. És ha már így ebben a képzeletbeli népszámlálásban összejönnénk, együtt olvashatnánk például József Attila sorait, és mégis magyarnak számkivetve, lelkem sikoltva megriad, édes hazám, fogadj szívedbe, hadd legyek hűséges fiat. Aztán megkérdezhetnénk egymást azt is, amit 1936-ban egy irodalmi folyóirat pályázatán kérdeztek meg az akkori költőktől. Mi a magyar most? József Attila annak idején erre a kérdésre a Dunánlát című versével felelt. Többen kérdezték már tőlem, hogy miért hallgatom meg majd minden nap, ha tehetem, a vízállás jelentést a rádióban. A válasz egyszerű. Tudni akarom, hogy Rahónál, ahol a fekete és a fehér Tisza összefolyik, vajon apad-e a víz. És azt is szeretem tudni, hogy a sebeskőrös vízhozama csúcsánál éppen hány százalék. Huszt és Rahó hónapok óta nincs jelentve. Azt sem tudom, és azt sem tudjuk, hogy beregszászi barátaink, a kedves Horváth Laci, vagy Horváth Sándor a költő, akinek verséből a sorokat ez a kő is őrzi, és az a beregszászi föld is, amit ő idehozott annak idején a emlékbeavatásakor, hol lehetnek? Mi van velük? Azt sem tudhatjuk, hogy kedves vendéglátunk Hegyi Ica kitartott-e még Borsová. Minden nap gondolok rájuk. Holnap Csíksomjón a Kissomjóhegy nyergében együtt imádkozik majd értük is félmillió magyar. Minden nap gondolunk el egymásra. Ha elmúlik pünkösd, akkor is. Hogy is írta József Attila? Te jól tudod, a költő soha se lódít, az igazat mond ne csak a valódit, a fényt, melytől világig hagyunk, hisz egymás nélkül
sötétben vagyunk. Köszönöm szépen. Az összetartozás napi megemlékezés a Felvidéki Művészek műsorával folytatódott. Majd a jelenlévők megkoszorúzták a Nemzeti Összetartozás emlékművét. Koszorút helyezett el Komárom-Esztergom megye önkormányzata. Bábolna város önkormányzata. A Római Katolikus Egyházközség. Az evangélikus gyülekezet. A református gyülekezet. A Bábolna Nemzeti Ménes Birtok. A Rákóczi Szövetség bábolnai szervezete. A Bábolnai Általános Iskola. A folytatásban Sebestyén Katalin református lelkész Reményik Sándort idézve mondott áldást. Kedves egybegyűltek, szavaimmal a reményt szeretném éleszteni mi bennünk. Reménye azoknak lehet, akiknek hite van, és a magyarságot ideiglenes határokon innen és túl az ősi hit és a keresztény hit tartotta meg. Ahogyan a gesztenye és a hárs ágai egymásra hajolnak, úgy hajlik egymásra a mi ősi hitünk a kereszténységgel. Mielőtt áldást kérek mindannyiunkra, engedjék meg, hogy Reményik Sándor egy versének részleteivel köszöntsem a mai napot. Látjátok, feleim, hogy mik vagyunk? Bizony bíbor és bronz és arany és örökkévaló szent szépség vagyunk. Bizony e világ dőre esztelen pompájánál nagyobb pompa vagyunk. Nem történhetik velünk semmi sem, mi megronthatná szép, igaz magunk. Bizony szépek vagyunk. Látjátok, feleim, hogy mik vagyunk? Ha végre földanyánk része leszünk, ott is szépek leszünk. Ott is otthon leszünk. És árvaság egy van, feleim. Az erdőn kívül lenni, otthontalannak, hazátlannak lenni. Nagyvárosok rideg utcakövén a széltől sepertetni, sok más szeméttel összekevertetni. Árvaság csak ez egy van, feleim. És amíg itthon vagyunk, bizony bíbor és bronz és arany,
és örökké való szépség vagyunk. Áldjon meg minket az örökké való szépséget adó, örökké való, emelje lelkünket reménnyel, töltse el szívünket szeretettel, indítsa lelkünket egymás iránti megbecsülésre, egyenesítse derekunkat, emelje fejünket a mindenek ura, és adjon nekünk békességet, és szívet, és nagy lelkűséget. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Ámen.